A legjobb árakért és kedvezményekért látogassatok el az Eneba oldalára, a linkeket pedig mint mindig most is megtaláljátok a leírásban. Szevasztok srácok, nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit ebben a mai videóban. Hát ismét eltelt egy hét, elérkezett egy újabb csütörtök, ezzel együtt pedig egy vadonatúj heti frissítés is a játékban. Továbbra is folytatódik a business hónap, a héten pedig a nightclub bizniszre összpontosulhat minden tekintet, hiszen most ehhez fog kapcsolódni a legtöbb ajánlat, úgyhogy én nem is húznám tovább az időt, mutatom a részleteket. Nos, a jelenlegi hét augusztus 31-től szeptember 7-ig fog tartani. A pódiumon a Benefactor Schlagen GT található, ami szerintem az egyik legszebb jármű egyébként a játékban. Az eredeti ára 1.300.000 dollár, de természetesen, mint mindig, most is egy hétig ki tudjátok pörgetni ingyenesen, amihez sok sikert kívánok mindenkinek. A Prize Ride-ra pedig a Pegasi Infernus került fel, hogy ez is ingyenesen a tiétek lehessen, a top 4-ben kell végeznetek bármelyik Los Santos Kármit versenyen, 2 egymást követő napon, ez is szintén sok sikert kívánok. Lássuk az akciókat, 30%-kal olcsóbb a Scramjet, 40%-kal lett leárazva az összes nightclub, valamint a hozzájuk tartozó módosítások és minden fejlesztés is. Szintén 40%-kal olcsóbb a Terrorbite, a Freecrawler, az Impaler, a Menaker, az Arena Impaler, a Tesseract, a Lifeguard és a Tulip, valamint féláron kapható a Zion. Itt valószínűleg amúgy egy elírás történt, mert elvileg a Rockstar a Zion Classicot akarta leakciózni, ehelyett a Zion-t akciózta le, ami most valami 30.000 dollárba kerül most, mindegy, ez valószínűleg kijavításra kerül, csak mondom így mellékesen, és szintén akciós még a Festival Bus is. Ezek az akcióink vannak tehát jelenlegi héten, használjátok ki őket. És akkor nézzük a pénzhezési lehetőségeket, kétszeres dollár és RP szorzó van az összes ArenaWare játékmódon. Most már harmadik hete, nem tudom, megint meghosszabbításra került, ne is kérdezzétek, nem értem én se, hogy miért. De szintén dupla szorzót kapott a Nightclub Management küldetés, tehát kétszer annyit tölt majd a Popularity-n egy-egy ilyen küldi, mint alapesetben. Aztán dupla szorzó van a Trading Places Adversary módon, valamint a Nightclub eladásokon is. Ez talán a legjobb pénzszerzési lehetőség egyébként a héten. És tripla szorzót kapott a Nightclub napi bevétel is, ami hogyha maxon van, akkor most nem 50, hanem 150 ezeret fizet, úgyhogy érdemes lesz tehát a Popularity-t szinten tartani. És hát ott vannak a Time Trial-ok is, a Land Vehicle-os, a Vinewood Bowl, az RC Banditos, a Construction Site 1, a Junk Energy pedig a Sewer System, az utóbbi kettő ugye naponta változik. És vannak különböző bónuszok is, ugyanis azok, akik felbontanak, vagy hát elfogyasztanak egy pezsgőt, megkapják a pezsgő nevével ellátott pólót. Kicsit még be van csicsentve a karakterem a pezsgőtől, de azért remélem, hogy látható. Valamint aki sikeresen teljesít egy Nightclub Management küldetést és egy Nightclub Source küldetést, azok megkapják a képen látható liveryt a Vapid Click vagonra. És még egy dolog így végezetül, a Rockstar meghallgatta a rajongók kéréseit, és hát emelt a kifizetésen az összeúton Cayo Perico játékpódban, így mostantól valamivel többet fog adni, mint eddig. És igazából ennyi lett volna ez a mai videó, én nagyon remélem, hogy tetszett, és hogy tudtam vele segíteni. Hogyha így van, kérlek dobj rá egy lájkot, ha még esetleg nem tetted volna meg, akkor iratkozz fel. Köszönöm szépen a figyelmet, hamarosan találkozunk ismét, használjátok ki ezt a hetet, én Dani voltam, sziasztok! I can't take no loss, I don't even know what it costs.